Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mestere vagyok, spiritiszte vagyok, metafizikai pszichoterapeuta, természetgyógyász, ezoterikus tanár, masszástanár, csankovástanár, és sorolhatnám a dolgokat. Itt vagyok, ugye előbb szeretnék egy-két dologról beszélni, utána persze majd lehet tőlem kérdezni. Mindig az elején muszáj elmondanom, hogy az orvosi kezelés nem helyettesíti, amiről beszélek, az csak kiegészíti, és egy lehetőség a sok közül, és nem egyformán hat az emberekre. Ezt azért kell elmondanom, mert ez olyan dolog, mint hogy elmondják hadarva, hogy kérdezem egy gyógyszerészét. Hát én nem tudom, hogy kinek van gyógyszerésze, de tudják, hogy muszáj bizonyos szöveget elmondani védekezés gyanánt. Miről szeretnék beszélni önöknek, miről szeretnék beszélni? A természetnek a gyógyító erejével. Nem használjuk ki a természet gyógyító erejét, hiszen a természetnek az energiája, a természetnek a gyógyítása egy másik dimenzió teljesen. Az nem ugyanaz, amit én adok kezelést, vagy gyógyszeres kezelés, vagy orvosi, teljesen más kezelés. Például a Földnek egy olyan 50 centis energiája van, és mi emberek, a talpunkon ugye energiafelvevő van a talpcsakra, ugye rengeteg csakra van energiafelvevő van a testünkön, nem csak azok a főcsakrák, amiről szoktak beszélni, hanem millió egy csakra a talpunkon is, és mivel nem járunk bőrtalpú cipőbe, ezért nem is tudjuk felvenni a Földnek az energiáját, csak nagyon minimális mértékben tudjuk, mert a gumitalpú meg a műanyagtalpú cipő az leszigeteli. Most nem azt mondtam, hogy mindenki szaladjon el bőrtalpú cipőt venni, mert lehet, hogy 8-szor annyiba kerül, mint a másik, nyilvánvaló. És a másik nagy baj, azért is nem vagyunk akkor egészségesek, mert nem vagyunk leföldelve, mert az ember le kell, hogy földelje magát. És a másik, amit még csinálunk, hogy elmegyünk nyáron a strandra, a nagy eszünkkel, polifonra fekszünk. Nehogy véletlenül energiát kapjon a testünk, nehogy véletlenül gyógyítsuk magunkat. Mire kell feküdni? Pokrócra, vagy gyékenyre, vagy ilyen hasonló dolgokra. Meg ott vannak ugye a nagyon klassz fürdők, aminek szintén gyógyító hatásai vannak. Magyarországon rengeteg fajta fürdő van. És volt egy időszakom, na jó régen volt, nyaralni mentünk, és akkor az időben olyan szintű gerincfájdalmim voltak, hogy semmilyen fájdalomcsillapító nem használt. A fájdalom időközönként az őrlet határán volt, annyira fájt a derekam. És ugye elkezdtem magam kezelni, de mentünk nyaralni a családdal. Kezeltettem magam, mint kollégákkal, mindenkivel. Halottnak a beöntés, semmi nem segített. És ugye abban az időszakban volt, hogy a Szabi minden, hát akkor kellett elmenni nyaralni, szóta négy kézláb mentem szinte, elmentünk először a Siklósi várba a családdal, mondja a gyerek, ez már jó pár éve volt, apa, gyere föl a bástyára, vagy három emelet, gerincfájra meg közepette. Nagy nehezen fővászorogtam. Utána elmentünk a Szigetvári Zrínyi várba, hát ott megint ugye föl kellett menni különböző helyekre, azt hittem, hogy hú, mondom, ez nem sámli. És akkor utána mentünk Vonyalszavas-hegyre nyaralni, Balatonra, ami nagyon egy utálatos hely volt nekem, nem a fájdalmai miatt, hogy egyszerűen ott vízpartra nem lehetett lemenni ingyér, csak pénzért. Fel voltam háborodva egyébként, hogy minden részt elzárnak a néptől, a Balaton nem a népé, csak egyéneké, akik ott területeket elzárják magunknak, csak akkor tudott lemenni az ember a vízpartra, a strandnál X összeget befizetett, nem baj, hogy halál rossz idő volt, és senki nem fürdött, csak úgy lehetett megcsinálni. Ez aztán a demokrácia, ugye, ami van Magyarországon, ez nem mostanában volt, már régebben volt ez a dolog, és ott azt csináltam, akkor tudtam, hogy a természetnek milyen ereje volt. A földön feküdtem, nem is gyékényen meg bármin, a földön, főleg hanyat feküdtem, hogy az energia jusson be a testembe, a gerincembe, jusson be.
És belementem az ilyen hidegvízű Balatonba, mert nem valami jó idő volt. Életemben nem mentem volna be. Azért mentem bele, mert a Balatonnak energiája van, a Balatonvizének, mert élő víz. És hideg volt a víz, ami gyulladást csökkenti. Hát ezért ben lubickoltam, ha annak lehet nevezni. Ott, és mikor eltelt, nem tudom, 4-5 nap, akkor kezdett csökkenni a fájdalom, és elkezdett javulni az állapotom. Csak mi ugye nem használjuk ki a természetet egyáltalán. Magyarországon is vannak nagyon-nagyon komoly energiahelyek. Például itt van az Attila domb. Ha valaki oda elmegy, ugye sokszoros energia van ott, mint egyébként átlagban a Földbe, az föl tud tölteni minket, tud energiát adni, ezáltal elméletileg javul az állapotunk, de mindenkinek be kéne állítani a csakráját ilyenkor, mert ha valaki túlműködéssel megy, az még lehet rosszabbul is egyébként. Ott van a másik, a Föld szívcsakrája, ugye az pedig ugye dobogókő, nyilvánvaló tudjuk, hogy rendkívül energia van, ez a Földnek a szívcsakrája van például. A mai pusztán egy volt apátság oroszlány közelébe, amiről keresztfölcsugázás van egyébként, pozitív keresztfölcsugázás van. És vannak, amik nehezen megközelíthető helyek, a Balaton tetején, ugye egy helyen, ugye oda sokat kell sétálni, vagy például Pécset a Misina tető, van, nem lehet igazából úgy eljutni, ilyen energiahelyek, de ezt a háromat biztosan mondhatom. És ugye mondtam, hogy hamarosan fogok foglalkozni egy utaztatással, és ott az lesz a leglényegesebb, hogy úgynevezett gyógyító utak legyenek, ami ebből áll, egy energiahelyből áll, és ugye utána meg különböző ilyen gyógyfürdőknek a meglátogatásából. De itt van még például a barlang. Itt van például az Abaligeti barlang Pécs mellett, ugye? Gyógyító hatása van az embernek, hogy Pécset ott van a Székesegyháznak az altemploma. Senki nem tudja, hogy ott törésvonal van. Ott régen a papok beleálltak, hogy csak zúdul fel az energia, ott volt a meső áldozó, egyébként én pécsi vagyok a Pécsi Székesegyházban, meg ott bérmálkodtam is. Beleállt a papa az energiába, régen ma már ne, semmi. Közük nincs semmi ez, ami ezoterikus. Beleállt, átvezette a testén az energiát, és nyomta ki az emberekre így az energiát. Ez altemplomba, és mivel törésvonal van, a pécsi székes, ez a négy tornyú templom, tudják, ami gyönyörű egyébként. Ott törésvonal van, ezért a templom elkezdett céljel csúszni, nyilván még minimális mértékben, és valahogy ezt megoldották, úgyhogy különböző helyekre mindig vizet szivattyúznak be, és akkor annak a súlya által nem tud széllyel csúszni. Az is egy szakrális hely egyébként, energetikai hely, csak nem tudják az emberek, ugye, ezeket a dolgokat. Persze én csináltam kutatásokat, és elég sok mindenről tudok, és persze ezt szeretném a legközelebb időszakban ezt kihasználni, nem csak magam érdekébe, hanem az önök érdekébe is, akik ott vannak, hogy segítsenek maguknak, mert az az energia, ami ott van meg, amit a vízat kezelés, gyógyítást, az a világon semmi nem pótolja. De vannak városok is, amik energiahelyek egyébként, Kimos, Szentendre, Visegrád például, a esztergomi bazilika is energiahely, Tata is az. Szóval vannak városok, Sümeg, meg egy jó csomó hely, ami van, ami kimondottan energetikai hely, maga a városnál sokkal több energia van azon a részen, mint máshol a Földön, és ezt igyekszem majd kihasználni, hogy legyen, mindig lehetőleg egyet sok olyan helyre menjünk, ahol ilyen lehetőség van. Nyilván az Abaligeti Cseppkőbarlangra is gondoltam, az Pécs mellett van Orfűnél, hát képzeljék el, én voltam egy párszor ott, ami gyönyörűség, ezt komolyan mondom. Persze ott hűvösebb van lényegesen, mint máshol, de az a levegő, ami bent van az ember, mit tudom, egy fél órát, egy órát, az az idő alatt kitisztítja a légúti rendszer teljesen, 100%-osan, és ugye úgy jön ki az ember onnan, hogy megújul, mivel a légúti rendszer tisztítja ki, ezért a tüdőt is ugye
áttisztítja, és ugye ha a tüdője teljesen tiszta állapotba, jó állapotba kerül, ugye ott lesz a friss vér, ugye, amit a szívünk kipumpál, a tüdő csinál friss vért belőle, és akkor olyan hatványozott a gyógyulás az embernek, mert teljesen oxigéndús, friss vér meg minden sejtjébe az embernek. Sokkal jobb állapotba kerül, mint előtte volt. Csak az emberek nem gondolnak ilyen dolgokra, hogy ezek a dolgok, amik a energiák, meg különböző légköri dolgok, mint a barlangban, ami van, hogy milyen sokat tud segíteni az emberen. Ugye nem beszélve meg a Magyarországon milyen sok gyógyfürdő van, rengeteg féle, de vannak szent helyeink is, ahol gyógyvíz van, ugye az is energizált víz, ahol gyógyvíz van, maga a szent helyek is általában energiahelyek. Azokat is érdemes meglátogatni, különösképpen azokat, ahol gyógyforrás is van, mert nem elég, hogy energetizálódik az illető a szent helyen, hanem még olyan vizet is tud inni, ami kimondottan gyógyító hatású. És ez a természetnek az ereje, a természet gyógyító hatása, ami van, és sajnos mi ezeket nem használjuk ki. Pedig Magyarországon is rengeteg ilyen hely van, és nincsenek, rengeteg nagyon szép hely van. Magyarországon nagyon szép várak vannak, amiket nem ismerünk. Például Észak-Magyarországon, a szlovák határ közelében több vár is van, ami gyönyörű, szép, nem ismerik őket, mert egy kicsit már kiesik, távolabb van. Mindenki ismeri az egri várat, de például a siklósi várat se annyian ismerik, például ne tudják meg, hogy milyen szép lett, hogy át lett építve, és hatalmas nagy lett, egy elképesztő színvonalú vár lett, nagyon klassz lett, meg sorolhatnám, a sümegi ugyanilyen klassz, nagyon szép, és olyan szép helyek vannak Magyarországon tényleg, és jó, mindig jött egy időszak Magyarországon, csak külföldre menjünk, külföldre, és közben a saját országunkat nem ismerjük. És gyönyörű szép ország Magyarország, és tényleg így van. Én azért ismerem Magyarországot, persze külföldöt is, ugye 80-as években, én 10 évig voltam a hungarokamionnál, és sokat jártam Irakba, Iránba, amikor ott háború volt, mert a nyugati kamionosok nem mertek elmenni, de a magyar kamionos az elment. Utána voltak buszaim, ugye azokat is vezettem. Kezdetben úgy kezdtem a buszozást, hogy Isztambulba vittem a buszt. Én voltam a sofőr is, meg az idegenvezető is. Én jobban fölkészültem egyébként, mint bármelyik idegenvezető. Egyébként törökül, még most is tudok egy kicsikét. Abban az időben kimondottan tanultam törökül, mert 2000 km hosszú Törökország, és amikor mentünk Irakba meg Iránba, ott a török rendőrök által rengeteg inzultus érte a kamionosokat. Talán most is van ilyen, nem tudom. Ettől még börtönben is voltam Törökországon. Az úgy történt, hogy képzeljék el, hogy mindig azt csinálták a törökök abban az időben, most nem tudom mi van, hogyha valami baleset volt, akkor a külföldit elvitték, mindegy, hogy hibás volt, vagy nem hibás, hogy pénzt kapjanak az emberért, úgymond. És amikor beléptünk mindig a Törökországba, akkor a török-bulgár határon, a török oldalon volt egy speditőr cég, ahol mindig X összeget be kellett fizetni, és akkor azokat kellett felhívni, olyan baj van, mert abból a pénzből gazdálkodtak, hogy a bajba került kamionosoknél fizessenek, úgymond. Itt is az történt, hogy egy motoros jött egy földútról belém, emet különösebb baj egyébként, én nemzetközi földvonalon mentem, és ugye rögtön engem vittek el, aki ugye hát aztán nem kell arra beszélni, kinek volt elsőbsége. Nyilvánvalóan kicsit is autózott, azt ugye nemzetközi főútvonalon megyek, és földútról belém jön, csak a másik lehet hibás. Elvittek, akkor már jól beszéltem törökül egyébként abban az időben. Egy nagyon kicsi helyiségben voltunk, és sokkal kevesebb volt a fekvőhely, mint ahányan voltunk. És már egy teljes napot álltam, bedagadt a lábam, mondtam a többieknek, hogy álljatok fel, hadd feküdjek le, mondtam, hogy beszéltem már elég rendesen a nyelvüket, nem perfekt, de annyit simán, hogy meg tudtam magam értetni, senki nem adta át a helyet. Mondom, mit csináljak, mondom. Na mondom, most elővesszük a farkas törvényt. Tudják, hogy én vágdott birkózó voltam, és voltam világbajnoki helyezett is, ugye a birkózásomból kifolyólag, mit csináljak. Ott a birkózás, úgy mondják törökül a birkózást, hogy G betűvel, egy güres, azért nemzeti sport.
ott a valaki jó birkozó, azt az egész ország minden embere ismeri, jobban, mint egy focistát vagy bármit. És akkor oda mentem a legerősebbhez, jó megvertem, össze-vissza hajtogattam, össze-vissza ott zokogott sírt a csávó, emlékszem, és akkor utána helyet cserétünk. Lefeküdtem szépen, és utána elnézésnek a popómat is ízélték, mindenki a kedvembe járt, mindenki csáját hozott, teát hozott nekem, meg kávét, meg mindent, mert én marha, hogy miért voltam ilyen buta, hogy vártam vele, úgy kellett volna kezdeni, dur két pofont és helyet cserélni azonnal. De hát milyen a természetem, eszembe se jutott kezdetbe ez a dolog. Elmesélek még egy szituációt, tudom, hogy ez nem ezotéria, de ez érdekes dolog. Irakba mentem, és az 200 km-es szakaszon, hogy Irak felé megyünk, jobb oldalt Szíria van, ott egy kerítés volt végig, és bal oldalt voltak a török katonák, ilyen magas laton, ilyen toronyba voltak, meg voltak számozva a tornyok. És ott voltak a katonák, ilyen határőr katonák ott voltak. És azt csinálták, hogy kimentek a fiútra, és leállították a kamiont, hogy valamit ellopassanak a kamionból. Én nem álltam meg soha, de egyszer muszáj volt, mert elütöttem volna, meg kellett álljak, ott volt a nagy géppisztolya, följött a kocsiba, a kamionba, és ellopott két írha kabátot. Akik abban az időszakban tudják, hogy az írha kabátot vett az ember, azt jó pénzére el lehetett adni, és az volt az értelme az útnak, mert ugye a fizetés az kevés volt, hogy az ember ügyeskedett valamilyen szinten, és fogta, elvitte a kabátot. Na, azt a rohadt én, mondom, hiába jöttem el, mondom, itt kínlódok egész úton, ott 60 fok meleg van Irakban, tele vagyunk kiütéssel, a melegtől minden, kiszáradt szájjal, és akkor még egy pillért csak keresek. Mondom, mit csináljak? Hát mentem a kocsival, buslakodtam, és láttam egy helyen, pár faluval arrébb, egy parancsnokság, zsandármá ki volt írva. Úgy van a törököknél, zsandármá. Odaálltam a kamionnal, megálltam be a kéziféket, kiszálltam, köszöntem a parancsnoknak, és egy törökül tudtam, elmeséltem neki, mi történt. És akkor azt mondta a parancsnok, üljek bele mellé a dzsibbe, és a dzsibbel elment, a 17-es volt a száma egyébként annak a toronynak. Főment, megtalálta a kabátokat, puskatussal jó, megverte a csávót, odaadta a kabátot, és folytattam az utat. Ez annak volt köszönhető, hogy tudtam törökül. Ankaránál is volt egy ilyen, oda kellett menni, megállították a kamiont Ankaránál, be kellett menni, motoron ült egy ilyen kisebb parancsnok. Annak, az is birkózott, láttam a fülén, és akkor mindig azt csinálta, hogy jó erősen megszorította a kezét a másikra, és persze fizetni kellett a semmire, ugye az volt az egésznek a dolga. És akkor mondtam neki, hogy én is birkóztam, ő is beszélgettünk, mindent nem kellett fizetni semmit, és akkor mindig arra jártam, akkor már magamtól megálltam, és akkor elkezdtem vele beszélgetni abban az időben, de hát ezek érdekes dolgok voltak. Volt olyan, hogy rám fogták a géppisztolyt, olyan is volt. Ilyen, volt jó karórám, Seiko karórám volt, ilyen gombbal kellett nyomogatni, hogy volt számítógépes, és akkor Iránban ráfogták a géppisztolyt, úgy adottam, mint a hétszentség. Ez csak a mesében van, nem adja oda az ember. De annak ellenére, hogy nagyon sok érdekes dolog történt ott, én nagyon szerettem ezt a dolgot, és a törököket is egyébként eléggé szerettem. Olyan is volt, hogy mentünk át a iraki határon, Zahónak hívják, és egyszer csak, ott úgy van a szabály, amelyik kocsinak az orra van előrébb, annak van elsőbsége. Az ember ugye évek alatt megszokta ezt a közlekedési módszert, arra szóltunk kifelé szépen, már túl voltunk a papírmunkákon, jött a törökét baloldalt, tehát a kamion orrát betettem elé. És rögtön utána meg kellett állni, mert jött a műezimből az ima. És akkor ne tudják, mi van, akkor a lécsezümmökkel semmi nem történhet. Ugye egy órára megálltott minden a határon. Ott dörömböl nekem a türkis csávós, mondja a magáit, mert nem tudta elviselni, hogy elé mentem. Én meg mondtam neki, Magyarisztán, Türkisztán, Kárdás, Attila, Bülyükséf. Ez azt jelenti, hogy a magyarok meg a törökök testvérek, és az Attila volt a nagy vezér. Ők az Attilát ugyanúgy saját maguknak is tekintik, mint ahogy mi az Attilát. Ők azt mondják, hogy mi valamikor egymás mellett volt a két törzs, és úgy kerültünk valahogy távol egymásba,
de a kutatások egyébként egyre inkább ezt mutatják ki, hogy ez tényleg igaz, hogy nem is igaz, hogy a finugornak közünk nincsen finugorhoz, egyébként egy csak ugrunk legfeljebb, de nem finugor, közünk nincsen, és innen valahogy valami rokonság van köztünk, de én mindig is szót értettem velük, és mindegy, mondtam neki a magamét, ott ültünk minden, és egyszer csak kopog a csávó. Mondom neki, mit akarsz, mondtam neki, és hozott nekem, kézzel egy tányér levest hozott neki, nekem. Hát megköszöntem, persze mondtam, hogy tesek köröderim, és akkor ott elkezdtem, hú, de rossz volt az a leves. Valami katasztrofális volt, ő visszament eddig a helyére, és akkor figyeltem a tükörbe, hogy nézd oda, vagy nem nézd oda, hát ezt én nem eszem meg, ki kell öntenem. És volt az a teljes doboz, hogy le volt vágva a tetej, abba raktam a szemetet, és nem figyelt oda a csáv, akkor belöntöttem gyorsan a levest, és úgy csináltam, mint talán, mint a kanalasztam volna a levest, mert a tükörből láthatta, hogy mi van. De nem azt kellett nézni, utána a jó indulatot kellett nézni, ami benne volt az illetőben. Érdekes dolgok voltak, még tudnék mesélni, de nem akarok. Ugye önökkel akarok ugye beszélni, ugye most beszéltem a természetgyógyító erejéről, amit nem használunk ki, pedig ki kéne használni. Most aztán meg lesz a lehetőség, meg gondoskodni fogok róla, tényleg már pár hét múlva ezekről a dolgokról. Úgyhogy várom a telefonjukat. Megkérem a kollégákat, írják ki. Várom, vizsgálom magukat, mondom, milyen kúpot kell, milyen beöntést kell adni, mindent, amit csak szeretnének. De hát persze nyugodtan telefonáljanak, már van telefonáló, tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Hallgatom, tessék mondani. Én hallgatom, de nem hallok semmit. Jó estét kívánok! Én is, tessék parancsolni! Jó estét kívánok! Szeretnék a férjem egészségi állapotáról érdeklődni. Mi nem a saját magáiról, kedves hölgyem? Férjem egészségi állapotáról szeretnék érdeklődni. Én értem, de én azt kérdeztem, miért nem ön a saját maga egészségére kíváncsi? Miért a férjének az egészségére? Hát arról is mesélhette legjobban inkább a férjem. Mert most már elharapódott ez a dolog, hogy másik hát, nézem meg. Arról is kérdeznék, de inkább a férjem egészségi állapota. Én beszéltem már magával? Önnel én már beszéltem? Korábban? Igen. Mennyi ideje beszéltem? Igen. Mennyi ideje beszéltem? Igen. Mennyi ideje volt, hogy beszéltem magával? És nem valami jókat tetszett mondani. De most gondolja, nem régen beszéltünk, akkor változott azóta semmitől a férje állapota? Hát, mert én emlékszem magára, azért kérdezem, tudja. Azóta nem mitől nem volt kezelése, mitől változott volna meg az állapota a férjének? Hát, én beszéltem vele, de viszont elutasította. Na látja, most tudjuk ki a nyolvokorból, ha a másik ember nem kéri, mármint a férje, akkor én nem is segíthetek, tudja? Mert az ő karmáját magamra veszem, nem véletlenül lukadtam ki ide, az ő karmáját magamra veszem, és beteg leszek, tudja? Ezért kérdeztem most a dolgokat. Én igenis, ha valaki akar valamit, akkor kérjen meg engem, és el fogom mondani, különben nem. Ha megcsináltam múltkor, emlékszem rá, nagyon nagy hiba volt egyébként, hogy megcsináltam. Ha valaki például gyógyítatni akarja rokonát, például fényképet, vagy valamivel gyógyítani akarja, akkor mindig azt szoktam kérni, hogy vagy felhívhassam én telefonon az illetőt, hogy kérjen meg, vagy saját kézírásával írja rá, hogy kérje a segítséget. Mert ha én az ő akarata ellen foglalkozom vele, átveszem az ő karmáját, és én leszek beteg. Azt hiszem, ezt senki se kívánhatja. Sajnos vannak olyan emberek, inkább meghalnak, akkor se kérik az ezoterikus segítségét. Szó szerint így van, inkább közben nem fáj, nem kellemetlen, nem rossz, esetleg akkor jön el, amikor már nagyon nagy baj van, és már nem lehet segíteni, mert ez a tapasztalatom sokszor, különösképpen a rákos betegeknél, hogy nem jönnek el, amikor még lehet segíteni, és most olvastam egyébként dolgot a rákról, hogy az amerikaiak... Na most ennek nagyon nagy tisztelettel tartozom. Nem kell, nem azért mondtam, én ezt nem azért mondtam,
Csak még elmesélek valamit, hogy ma napokban olvastam egy dolgot. Tartozom ennek azzal, hogy tényleg akkor megmondta nekem őszintén, hogy látogassam meg. Hát utaltam rá, nem megmondtam, utaltam rá. Na az a helyzet, hogy most olvastam az újságot. Én nem tudtam meglátogatni, mert közben volt itt a lányom, és azt mondta, hogy jól van, de most este felhívtam, és az ellenkezőjét mondta. Hogy nincsen jól. Ön az a hölgy, aki nekem a férje a lányánál van? Én nyújtottam neki, és elutasított. Arról az úrról van... Hát azt mondta, hogy jól van, és ne zav... Ha jól emlékszem, ön az a igen. Hölgy, akinek a férje a lányánál van, ugye? És keményen elutasított. Na, hát akkor nem tudom, mit csinálni. Igen, igen, igen. Nem tudom. Igen, és nagyon keményen elutasított, pedig segíteni szeretnék neki. De hát most elnézést kérek. Vannak különböző közmondások, és amikor mondok közmondás volt, hogy betelefonáltak és megharagudtak az emberek. Á, nem is mondom, nem merem elmondani a közmondást, mert mindig csak problémáim vannak. Az emberek sajnos nagyon buták tudnak lenni, megmondom őszintén. Nagyon, nem akarnak segíteni magukon, mert azt mondja, én természetesen, közben azt elfelejtik, hogy 2000 éve ezelőtt az őseink nem volt orvos, csak természetgyógyász volt, és ha azok nem jól dolgoznak, akkor mi se élünk, meg a férje se. Értem, mit mondok, senki. Azt miért felejtik el az emberek? Elfelejtik az őseinket, megtagadjuk az őseinket. Miért van ez? Hát ez egy butaság. Mindenki tudja jól, hogy 1500-2000 éve ezelőtt nem volt kórház, nem volt orvos, csak természetgyógyász volt. Akkor miért tagadjuk meg az őseinket? És sokszor azt mondom, hogy intelligencia kérdése, sokszor azt mondom ezt a dolgot. Hallgatom. Én még mindig ragaszkodom hozzájuk. Hát. Én megértem magát. Én még most is szeretnék rajta, annak ellenére, hogy ő elutasította maximálisan a segítségére. Hány éven át van mosva az agya neki, értem, mit mondok. És szeretnék segíteni neki. Hát de hogy tud segíteni rajta? Sehogy. Na. Kérem? Nem tud segíteni rajta, ha nem engedik. Hát megvan a lehetőségem. Megvan a lehetőségem, engedje meg, hogy ez nem publikus. Értem. Persze, nyilvánvalóan nem, persze. Hát ha megvan a lehetőség, akkor éljen vele, ha megvan a lehetősége. Akkor élni kell vele. Jó, akkor lassan leraknám a nagyon, telefont, mert... Csak mivel, hogy így elutasított nagyon keményen engem, hát nem... Akarat ellenére senkit se lehet gyógyítani, de le kell rakjam a telefont, mert nem tudnak mások szóhoz jutni, tudja? És elnézést kérek, de szeretnék elbúcsúzni öntől. Mert múltkor is ez volt, hogy 15 percet beszéltünk, és más nem jutott szóhoz. Nagyon sajnálom, hogy el. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Minden jót kívánok. Nyugodtan telefonáljanak. Önök miatt állítottam le a beszélgetést. Sajnos, nyilván a hölgy szívesen beszélt volna. Nyugodtan hívjanak, tudják, hogy ez normál vonalas telefon, nem emelt díjas telefon, azt jelenti, hogy nem jósnál vannak. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, parancsoljon. Elmondtam múltkor, ebben az adásban még nem mondtam el, hogy aki azt mondja, hogy nem hal, és nem szól bele, és szórakozik velem, megkértem a kollégáknak, hogy azonnal kapcsolják szét a vonalat. Mert ez elharapózott a elmúlt időbe, hogy azt mondták, hogy nem hallom, nem hallom, közben én hallottam a saját hangomat, most is hallottam a nyelését, meg lélegzetvételét az illetőnek, ami ott van, ugye a... Halló? Nincs a vonalban senki, megkérem, hogy kapcsolják szél akkor a vonalat. Nem vagyok hajlandó engedni, hogy elrontsák a misort emberek, mert sajnos szokott ilyen lenni. Na, ez a lényeg az, hogy ugye
nem törődünk azzal, itt volt a példa, ugye, hogy az őseink, ugye, azok hogy gyógyítottak az ős? Tessék parancsolni. Hallgatom, mondja. Hát akkor nem mondja. Akkor ezt is kapcsoljuk ki, meg kérem, én nem hallok semmit se. Kérek egy másik telefonálót. Na ugye, a műsor elején ugye arról beszéltem, hogy nem használjuk ki a természetgyógyító erejét egyáltalán, azáltal, hogy nem természetes anyagból készült cipőbe járunk, például ezzel nem tudunk a földből... Tessék parancsolni! Hallgatom! Halló, jó estét kívánok! Egy állapotfelmérést szeretnék vidékről kérni. Lehetséges lenne? Mindegy, hogy honnan hív, drága hölgyem. Vidékről vagy Budapestről, egyforma mindenki. Van egy nagy kérésem, hogy a televíziót tessék lealkítani, jó? Mert tihanyi vízhang van. Lehalkítottam a tévét, most már jobban lehet hallani. Na, kedves hölgyem, köszönöm szépen. Ez a vidék mit jelent, tessék? Igen, de mondani. Akkor a telefonban nem hallom önt. Az a baj, hogy akkor a telefonban nem hallom önt. Akkor hangosítsa fel akkor. Honnan telefonál vidékről? A Balaton mellől. Déli oldal? Halló? Déli oldal? Nem hallani semmit akkor a telefonba. Hangosítsa fel a tévét akkor. Na. Hú, de szomorú. Én meg hallom magát, ez hogy lehet? Igen? Én hallom a maga hangját, hogy maga nem hallja. Na jó. Hát érdekes, tiszta süket a telefon. Tessék elhinni, hogy így van. Én mindent elhiszek magának, nem ismerem magát, mondja. Hát érdekes, tiszta süket a telefon. Tessék elhinni, hogy így van. Én mindent elhiszek magának, nem ismerem magát. Nem. Na, központ idegrendszere. De elszoktam a rendelője előtt menni Budapesten. Na, akkor vizsgálom. Igen? Megnézem, van-e hallgatom. Szellem? Szellem van. Átok van. Központ idegrendszere 10%-osan működik. Azt jelenti, hogy az egész test békarottyantó alatt van. Fáradtságot hoz, és nagyon alacsony szinten működik mindene. A szíve 10-20%-osan. A gyomor 10-20. Megnézem, a mája pöttyöse. 10-20%-osan működik, vékonybél 10, vastag 10, hólyag 10, vese 10. Megnézem a fekvőhelyét, jó? Nagyon rossz. Keresztvízér. Keresztvízérben van, drága hölgyem. És hosszában meg Hartmannban. Hol lakik, déli oldalom? Keresztvízérben van, drága hölgyem. Sosszában meg Hartmannban. Húha. Hol lakik, déli oldalom? Igen. Boglár? Igen. Tényleg? Lellére szoktam járni. Igen. Boglár? Hol? Lellére szoktam járni. Szemes? Ez azt jelenti... Nem még. Mit jelent? Nem még.
nagyon elkeserített. Ez azt jelenti, hogy a koporsó közelébe vagyok? Hát Szöget azért még nem kell ráverni még. Akkor majd meglátogatom Önt. Köszönöm, hogy hívott. Egy régi híres bolt közelében van a rendelő, tudom, hogy hol. Látogatom be. És nagyon ügyes dolgokat csinál, nagyon tetszik a műsora, és állandó nézője vagyok. És leborulok. Köszönöm, drága hölgyem, köszönöm. A tudása előtt. Köszönöm, drága hölgyem, köszönöm. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Na. Vannak bonyodalmak, mindig várnom kell, ugye elég jelentős késésben vannak a dolgok. Én nem tudom, mostanában nem voltak, teljesen normálisan mentek a dolgok. Hát nem baj, hát én azért türelmes vagyok, úgyhogy nem probléma. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Hallgatom. Halló. Hallgatom, tessék halló, parancsolni. Én meg Tamás vagyok. Egy általános állapotfelmérést kérnék Öntől. Honnan tetszik hívni engem? Tessék mondani. Salgótarjánból. Tényleg? Nem régen voltam Salgótarjánban egyébként. Van valami panasz? Igen. Komolyan nem régen voltam. De megyek meg én pénteken, megyek Salgótarjánba. Nincs. Jó, akkor megnézem az állapotát, jó? Van-e szellem magán? Szellemes tetszik lenni. Jó, köszönöm szépen. Átok is van magán. A lakásban is van szellem, meg átok is. A központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60 százalékos szinten van. A szíve is a körül lesz. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Gyomor 10, 20, 30, 40. A mája pöttyöse vajon 10, 20, 30, 40. 40, akkor a vékonybél 10-20, vastag 10-20, hát ez nem jó. Hólyag 10-20-30, jobb vese, megvan mind a két veséje? Igen. Az is nagyon lent működik. Hány éves maga, megkérdezném? 46. Ha még fiatal. Na, megnézem a fekvőhelyét. Ugye nem beszéltünk már egymással? Nem, még nem. Nem. Megnézem a fekvőhelyét is, jó? Jó helyen fekszik el. Jó. Na, kedves uram, idáig jó. Csak a lába van benne, keresztből. És jó. Jó helyen fekszik. Úgyhogy semmi probléma nincsen. Hát ilyen 50%-os átlagos szinten van, hát ezen lehet segíteni. Úgyhogy tartós tejet vehet nyugodtan. Már leutánozták, a Blikbe is láttam a saját szövegemet. Kérdezhetnék? Nyugodtan, persze, nyugodtan. Most az a gond, hogy én is hallom őt a telefonba, tehát így a tévén keresztül hallom csak Önt. Hát nem baj, mondja akkor. Hogy ezzel a szellemmel, meg ezzel az átokkal tetszene tudni valamit csinálni? Hát én tudom, csak nem szoktam a tévében. Múltkor volt egy kivételes alkalom, amikor csináltam, de csak akkor mondtam is, hogy csak akkor volt, nem is tudom milyen apropóból, már nem is emlékszem rá. Nem csinálok kezelést, meg ilyesmit, régen ugyan csináltam, de nem engedik, tudja? És most ezt a szellemet, ezt hogy kell elképzelni? Ezek elhunyt emberek szellemei? Igen, csak olyan van. Elhunyt emberek szelleme, mert a fizikai testünk halt csak meg,
A szellemünk, ami a testünkben van, az ami intelligencia, meg az irányító, az állandó. Ha meghalunk, annak föl kell menni a köztestérbe továbbfejlődés céljára, de nagyon sok esetben nem megy el. Egyik legfőbb oka attól, hogy a szellem fél a pokoltól. Tudja, a 1200-as években a Konstantinzsinatnál, a keresztény vallásnál megváltoztatták a Bibliát, addig úgy volt, hogy újraszületés, reinkarnáció, ahogy kell, hogy legyen, de mivel azt akarták elérni, hogy az emberek féljenek, hogy jobban tudják az embereket irányítani, ezért kitalálták a poklot meg a mennyországot, és mivel a szellemünk ugye fél a pokoltól, ezért nem megy el, itt marad. És akkor mivel energiára van szüksége, rászáll valakire. Ez az egyik fő oka, több oka lehet, csak az egyik fő oka az egésznek. És mondjuk a ő angyalaink nem tudnak ebben segíteni, hogy a szellemtő meg állatok? Ebben nem, segítenek dolgokba, de ebben nem, mert ráragad a hátunkra, tudja? Van az a mondás, hogy puff van a hátadon, ez azt jelenti, tudja? Lehet, hogy segítenek és több lenne rajtunk. Még kérhetnék? Hallgatom. Édesanyámnak meg tudnám nézni az állapotát? Azért nem nézem meg, biztos hallottam a műsort, mert ha nem kér meg valaki, akkor nem tehetem. Mert akarat ellenére csinálom, tudja? Egy pár szóval megcsináltam az elmúlt időszakban, de nem szabad, akkor se szabad, tudja. Mert rám koppintanak, és akkor a karmát átveszem, mert ugye az van, hogy az ő akarat ellenére. Ha ő akarna, akkor szólna nekem, érti? Ott van maga mellett, vagy az anyukája? A másik szobában. Hát ezért mondom, hogy ha akarna, akkor megkérhetne. Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy én is köszönöm. Minden jót kívánok, kedves uram, minden jót. Na, hát várom a telefonokat. Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, térnára, tinegére, ugorcica az egére. Na, várom a telefonokat, még nincsen. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás. Halló, halló, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Csupa fül vagyok, hallgatózok. Halló. Tessék parancsolni. Jó estét kívánok! Én is. Mondja, hogy... Fanny Károlyné vagyok. Igen, és honnan tetszik telefonni? Még nem beszéltünk. Honnan hív, drága hölgyem? Kőbányáról, Tiszkerület. Azt tudom, hogy Tiszkerület, igen, igen. Egy állapotfelmérés kérnék. Na, drága hölgyem, akkor hadd lássuk a medvét. Megnézem, hogy van-e szellem magácskán, szellemes tetszik lenni, meglehetősen. Átok is van, a lakásában van ez szellem, ott is van, meg átok is van. Központ idegrendszere 10-20-30-40%-os szinten van, a szíve 10-20-30-40, a gyomor 10-20-30, mája pöttyöse 10-20-30, vékonybél 10-20-30-40, a vastag 10-20-30-40, ha nézzük meg a prostatát, inkább a hólyagot, 10-20-30. Megvan mind a két veséje? Meg, csak volt műtve. Mi volt, ciszta volt rajta, vagy mi? Nem, tágulat volt. Ja, értem. Jobb vese 10-20%-os, a bal meg 10. Melyik volt megműtve? Tessék? Melyik veséjét műtötték? Jobb oldalt. Jobb oldalt? Hát az jobban működik, úgy látszik, a műtét segített, mert 10%-a jobb, mint a bal oldali. Tudja a vese. Éjszaka nem kell kijárni? Pisilni? Nem értem. Éjszaka nem kell kijárni vécére? Egyszer. Egyszer? Az nem sok. Nem sok. Az belefér a dolgokba. Még mire tetszik kíváncsi lenni, még mondja? Hát de mondjuk én szíves is vagyok. Hát akkor meg... Van a stand nekem a fülemben. Ja, stand van. Aha, értem, értem. Úgyhogy sok minden bajom már. Refluxom is van. Az is van. Az is. Még milyen van, mondja. Hát... Tetőtől talpig ízületes.
Hát azt elhiszem, elhiszem. Mennyi idős tetszik lenni? Hány éves tetszik lenni, kedves hölgyem? 72. Hát ez nem sok. Hát ma voltam a gyermekemnek a gyerekorvosánál, az is mondta, hogy 70 fölött van, mondta a gyerekorvos, és még csinálgatja, hál' Istennek a dolgokat. Tisztelem, na, meglehetősen tisztelem az urat egyébként. Nagyon jó gyerekorvos, Óbudán van, és ugye mi nem Óbudán lakunk, de valamikor laktunk ott, ugye, és Maglódra is kijár. Nagyon rendes ember. És tiszta, igazi orvos, tiszta, igazi, és 70 fölött van, és csinálja. Hát csak ez a sok betegség. Hát, kedves, hát mit csináljunk, hát? Jó, tudom, lehet rajta segíteni, nem akarok reklámot. Majd beszélünk. És ha szépen megkérném ezt a szellemet levenni, nem? Tudja, hogy nem szabad. Nem szabad. Nem, nem. Múltkor egyszer megcsináltam, meg is róltak érte. Értem. Úgyhogy nem, nem szabad. Hát akkor nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a kis minden jó, csokolom a kis kezét, minden jót kívánok. Még van időnk telefonálásra, nyugodtan, nem emeldíjas telefon, már telefonos vonalon vagyunk, úgyhogy tessék nyugodtan telefonálni. Úgy tudom, hogy valaki van a vonalba. Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Igen, igen. Jó estét kívánok, professzor úr. Szeretnék egy átlagfelmérést kérni öntől, és utána még szeretnék választ kapni valamire. Nagyon ismerős a hangja nekem. Itt vagy. Hallgatom a professzor urat. Egyszer telefonáltam, biztos azért. Mennyi ideje tetszett telefonálni? Egyszer voltam adásba, professzor urat beszéltem. Hát ennek van már vagy 4-5 hónapja. És akkor mit mértem, milyen állapot? Ugyan telefonálok egyébként. Milyen állapotban volt akkor, mit mértem magának? Hát akkor... Hát megkérdezte a professzor, hogy milyen betegségeim vannak, nagyjából vázoltam. És a másik folyamat pedig az volt, hogy el vagyok átkozva, szellemek vannak itt kb. 15 éve, 10-15 éve. Tudja, azért kérdeztem, mert magától nem fog meggyógyulni. Hát ennyi lenne röviden, amit... a válaszára a professzor úrnak. Központi, megnézem, van-e szellem, van. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy főleg az este órában, 7 óra tele, csiripeléseket. Hallok a lakásba a fülemnél, tehát a fülem közelébe, különböző madárcsiripeléseket. Ez megszűnik az egy időre, aztán visszajön megint. Na, van szellem meg átok, néztem már. Központ idegrendszerre 10-20-30-40 százalékos szinten van. Jó, akkor a szíve 10-20-30 százalékos teljesítmény működik, gyomor 10-20, mája pöttyöse 10-20, vékonybél 10-20,
Vastag 10-20, a prostatája rendben van, hólyag 10, vese 10. Pont azt akartam mondani, hogy egy dolog, hogy felmérem, de magától nem fog megváltozni a dolog, tudja? Elnézést kérek. Igen. Értem. Mindig azt szokták mondani, hogy köszönöm, mindig azt szokták, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. De prostatám nincs, mivel nő vagyok. Tudja, drága ügyem, hát igen, ez egy jó közmondás. Imádok viccelni, tudja. Ezért már sokszor kaptam egyébként itt a műsorban, hogy miért viccelek, tudja. De ettől függetlenül. Nem probléma. Jó, ha van egy kis humor. Jó, le kell rakjam. Ezzel kapcsolatosan szelleműzés vagy, amit annak idején pár hónap ezelőtt a professzor úr. Le kell rakjam, mert nem tudok energiát adni különben, tudja? Én szeretnék energiát adni, és nem tudok. Le kell rakjam. Nagyon köszönöm, hogy hívott. És csókolom a kis kezét, és minden jót kívánok. Csókolom. Minden jót kívánok. Na most megy az energia mindenkire, figyeljenek, már csak 2 perc van hátra. Megy az energia, ki akarja, szívja magába, bal kezet föl, elképzeli, beszívja, az a szája, átvezeti a testén, jobb kézzel kinyomja, vagy a spirituálisan magasra szinten van, beszívja a fején, és gondolatból vezeti, ahol szükséges. Megy a dolog. Megy az energia önökre, még 5-6 percig érezhetik az energiát, attól függetlenül, hogy most látszólag nem csinálom, de programra tettem az energiát, ez azt jelenti, hogy én úgy csináltam, hogy még egy 5-6 percig érezhetik. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva megint itt leszek élőműsorban, és mindenkit várok nagy szeretettel. Elbúcsúznék, mindenkinek a legjobbakat kívánom.